Magyarország köztársasági elnöke október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati választás időpontját. A választással kapcsolatban sok kérdés felmerülhet a választópolgárokban. Ezekre keressük a választ dr. Tüske Róberttel, a helyi választási iroda vezetőjével. Kezdjük is talán rögtön a sort azzal, hogy október 12-én hányféle választás is lesz tulajdonképpen. Október 12-én Hévízen polgármester, egyéni listás képviselőjelölt, tehát a képviselőtestület tagjainak választására kerül sor, és kellő számú jelölt indulása esetén nemzetiségi önkormányzati választás is lesz. A nemzetiségi választásokra milyen szabályok vonatkoznak? Kik azok, akik választatnak, hány képviselőjelöltből választhatnak majd? Azon településeken lesz nemzetiségi önkormányzati választás, ahol a 2011 évi népszámláláson legalább 25 fő adott nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, így Hévízen német nemzetiségi települési önkormányzati választásra kerül sor, ahogy mondtam, kellő számú jelölt indulása esetén. Ez azt jelenti, hogy ha a választás sikeres, akkor 3 tagú német nemzetiségi önkormányzat fog felállni, a jeléléshez 5 fő ajánlása szükséges. A nemzetiségi listára a nemzetiségi jelöltet csak azok ajánlhatnak, akik a nemzetiségi szavazókeri névjegyzékben szerepelnek. Tehát ehhez azoknak, akik adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, fel kell vetetni erre a nemzetiségi névjegyzékre. A névjegyzékkel kapcsolatban beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy ahhoz, hogy választhassunk, szükséges az, hogy a választási névjegyzékben szerepeljünk, illetve erről értesítést kapjunk. Meddig kell ezt az értesítést megkapni, és mi történik akkor, ha nem kaptunk értesítést? Igen, a választópolgároknak alapvetően az értesítő segít eldönteni azt, hogy adott választáson szavazójoggal rendelkeznek vagy nem. A Nemzeti Választási Iroda fogja kiküldeni a választási értesítőket, ezeket augusztus 25-ig fogják megkapni a választópolgárok. Abban az esetben, hogyha valaki esetleg nem kapja meg az értesítőt, vagy bizonytalan abban, hogy szerepel a névjegyzékben, a névjegyzék nyilvános, nyugodtan fordulhat hozzánk a helyi választási irodához, szívesen segítünk, tisztázzuk ezt a helyzetet. Az új választási törvénynek megfelelően nem kopogtató cédulákkal támogathatjuk a jelölteket, hanem ajánlási íveken kell őket támogatnunk. Egy választópolgár hány jelöltnek adhat ilyen ajánlást? A választópolgár gyakorlatilag jelölési fajtánként több jelöltet is támogathat, tehát több polgármester jelöltet, több képviselőtestületet, és ami nagyon fontos szabály, hogy minden jelöltet viszont csak egyetlen egyszer egy ajánlással lehet támogatni. Mikor kezdődik ez az ajánlási időszak? Az ajánlási időszak augusztus 25-én kezdődik, és szeptember 8-án 16 óráig tart. Hogyha valaki képviselőjelöltként vagy polgármesterjelöltként akar indulni Hévízen, akkor hány ajánlásra van szüksége? A polgármesterjelölteknek a szükséges ajánlások száma 128, képviselőjelöltnél pedig 43. Mikor válik hivatalossá az a lista, amelyről tudhatjuk majd, hogy Hévízen hány képviselőjelölt indul, illetve hány polgármesterjelölt indul? A jelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le az ajánlásaikat, ezt követően kell őket a helyi választási bizottságnak 4 napon belül nyilvántartásba venni, tehát ahogy leadja valaki az ajánlását, a bizottság azt követően 4 napon belül mindig nyilvántartásba fogja venni a jelöltet kellő ajánlásszám esetén. Ez a lista fokozatosan bővül, viszont szeptember 8-át követő 4. napon teljesen véglegessé válik. Köszönjük a tájékoztatást! A választással kapcsolatban az ajánlási időszak lezárulta után újabb információkkal jelentkezünk.